Mezőgazdasági fejlesztések 10 éven keresztül 17 milliárd forinttal támogatná a kormány az öntözési rendszerek fejlesztését. Pénzbeszél, alapvető pénzügyi ismereteket, valamint tudatos pénzügyi tervezést tanítanak általános iskolásoknak. Csökken a forrás, körülbelül 25%-os csökkentéssel számol Magyarország a 2020 utáni Európai Uniós források tekintetében. $60 millió forintból újult meg az Záhonyi Árpád vezér általános iskola. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A beruházást egy elnyert EFOP pályázat tette lehetővé a Kisvárdai Tankerületi Központban, valamint Magyarország társfinanszírozásával valósulhatott meg. A fejlesztések célja, hogy a diákok minőségi oktatásban, támogató nevelésben részesüljenek, valamint 21. századi feltételeket biztosítanak a tanulóknak minden településen. A Záhonyi Árpád vezér általános iskola összetett iskolaként működik, művészeti intézményként is. Három művészeti ágon tanulhatnak itt a gyerekek, választhatnak a zene, a képző, valamint a szín és báb művészeti ágak közül. Jelenleg 335 diák tanul az iskolában, most egy pályázatnak köszönhetően korszerűsödött az intézmény. Ez az épület a 60-as évek közepén épült, ugye önkormányzati működtetésben volt ez idáig, 2012-13-ig, és tulajdonképpen az önkormányzat mindig nagy gondot fordított arra, hogy az épület állagát megóvja. Mindig voltak apróbb cseprő felújítások az intézményben, a második emeletet is az önkormányzat építette a 90-es évek közepén, és most viszont ez a 60 milliós beruházás már igen ráfért erre az intézményekre, és egyébként nagyon-nagyon örülünk ennek a lehetőségnek. Az iskola kiemelt fejlesztési feladatai közé tartozik a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű alkalmazása, a tanulói kulcskompetenciák egyénre szabott fejlesztése, az egyenlő hozzáférés biztosítása és a modern taneszközök széles alkalmazása. A beruházásnak köszönhetően most már biztosítottak ezek a feltételek Záhonyban. A Záhonyi Árpád vezér általános iskola és alapfokú művészeti iskolában 60 millió forint értékben nyertünk pályázatot az EFOP 4.1.3 17 kódszámú pályázat keretében. Ebben a pályázatban sikerült megvalósítani azokat az elképzeléseket, amelyeket az intézmény közvetített felénk. Megvalósult a folyosónak a padlóburkolata, illetve a falburkolatának a cseréje, a tantermi ajtóknak a cseréje. A teljes épületben a radiátor szelepek kicserélésre kerültek. Nagyon nagy lépés volt az, hogy nyelvi labort is sikerült kialakítanunk új eszközökkel, bútorzattal. Oktatási eszközöket, tanulói padokat, asztalokat, székeket, illetve irodabútorokat is szereztünk be. A település polgármestere beszédében kiemelte, az elmúlt években számos oktatási intézmény megújult Záhonyban. Nagy öröm számunkra, hogy az oktatási intézmények megújulnak, közöttük a Voda bölcsőde, ami önkormányzati fenntartásban működik, az általános iskola, a Klikkes fenntartásban és a szakképzési centrum működteti a gimnáziumokat, a Kandó Kálmán közlekedési szakközépiskolát és gimnáziumot. Mindháromban jelentős fejlesztések voltak az elmúlt évben. A legnagyobb eredmény, hogy végre az idei év az, amikor megállt a gyerek létszám csökkenése. Szerintem ez már egy nagy érdem egy vidéki kisváros életében. Mind az iskola, mind a szakközépiskola jó színvonalon működik. Az általános iskolában, hol a továbbtanuló gyerekek, azokról mindegyikről pozitív visszajelzések vannak. Főként nyíregyházi és debreceni névósabb középiskolákba tudnak eljutni az Záhonyi iskolából. A Kisvárdai Tankerületi Központ célja a fejlesztésekkel, hogy minden településen, akár kisebb, akár nagyobb, biztosítva legyenek a 21. századi oktatás feltételei. A kormány november 1-től megduplázza az elhelyezkedési juttatását azoknak a közfoglalkoztatottaknak, akik sikeresen helyezkednek el a versenyszférában, mondta el Varga Mihály az MT-nek. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, a munkabér mellett járó elhelyezkedési juttatás ezzel havi 45.600 forintra emelkedik, így még jobban motiválhatják a közfoglalkoztatottakat, hogy az elsődleges munkaerőpiacon sokkal magasabb bérezés mellett találják meg a boldogulásukat. A támogatás az a közfoglalkoztatott is jogosult lesz, aki mezőgazdasági idénymunkában vesz részt. Ez 2000 forint plusz juttatást jelenthet naponta. A tárcavezető hozzátette, hogy a még hatékonyabb kiközvetítés érdekében a kormány külön programot is indított Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ami a foglalkoztatási osztályok átalakításával jár.
A tervek szerint 10 éven keresztül 17 milliárd forinttal támogatná a kormány az öntözéses rendszerek fejlesztését a mezőgazdaságban. Erre a klímaváltozás negatív hatásai miatt is szükség lenne a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint. A szervezet megyei elnöke úgy látja, a támogatás a megyét akkor vihetné előre, ha az nem csak a fejlesztéseket segítené, hanem az öntözéses rendszerek kiépítését is, mivel jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kevés gazdálkodó rendelkezik ilyennel. Az elmúlt 110 évben a csapadék mennyisége 10%-kal csökkent Magyarországon, a középhőmérséklet pedig a globális tendenciákkal összhangban emelkedik az országban. Ez nagy veszélyt jelenthet a magyar mezőgazdaságra is, hiszen jelenleg az országban a legaszályosabb években is csak a megművelt mezőgazdasági terület mindössze 2%-át, ténylegesen mintegy 100 000 hektárt öntöznek a gazdálkodók. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felmérése szerint ugyanakkor az öntözési igény folyamatosan növekvő tendenciát mutat, és így további mintegy 270 000 hektár öntözésére lenne igény a gazdálkodók részéről. Erre jelentett megoldást az a tervezet, mely szerint a kormány az öntözési célú mezőgazdasági fejlesztések előkészítésére és megvalósítására 2020 és 2030 között minden évben 17 milliárd forint forrás biztosít. Az Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke híradónknak elmondta, jónak tartja a kezdeményezést, viszont úgy látja, a tervezet jelenlegi állapotában a megyének nem feltétlenül kedvez. Az szomorít el inkább, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy nagyon csekély mértékben kívánja kivenni ebből a részét, ugyanis a tervezet szerint azokat a megyéket, vagy azokat a beruházásokat, régebben megvalósult beruházásokat, amit szétlopkodtak, megsemmisültek, illetve elkoptak, azoknak a felújítása élvez prioritást elsősorban, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ilyen nem nagyon volt. Így, ha a felújításokról beszélünk, akkor azok vertik ezt igénybe, ahol eddig is volt valami, amelyik megyében meg nem volt semmi, akkor az, ha továbbiakban se lesz semmi, akkor itt nagy hátrányt élvezhet a megye. Rácz Imre nagy problémát lát abban, hogy a döntéshozók felé úgy tűnik, mintha a megyében a gazdák egyáltalán nem is akarnák kialakítani és fejleszteni az öntözéses rendszerüket. Önszorgalomból most egy olyan felmérésbe kezdtünk, hogy megkérdezzük azokat a gazdálkodókat, aki eddig nem tudott öntözni, nem rendelkezik se felszíni víz, nincs a körzetében se öntözőkottya, nincs. Hogyha oda vezetnénk a vizet a közelében, az ő területének a közelébe, élne azzal a lehetősége, hogy öntözne, hát nyilván mindenki élne itt is a mi megyénkben, csak az a adatsor, ami kijött így, hogy azokat kérdeztük meg, akinek eddig is volt lehetősége, az azt tükrözte, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe olyan gazdálkodók gazdálkodnának, akiknek nincsen igénye az öntözés fejlesztéshez. Rácz Imre szerint a felmérés és a megyei szervezet aktivitása kormányzati szinten is segíthet abban, hogy olyan módosításokat fogadjanak el, melyek az olyan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez hasonló hátrányos helyzetű és rosszabb talajminőséggel rendelkező megyéket is segíthetik az öntözéses rendszerek kialakításában, ahol eddig ezek még nem voltak kiépítve. Körülbelül 25%-os csökkenéssel számol Magyarország a 2020 utáni Európai Uniós források tekintetében. Az Európai Bizottság májusban hozta nyilvánosságra azt a költségvetési tervezetet, amelyet a 2021 utáni időszakra kíván a tagállamok részére biztosítani. A magyar kormány azon dolgozik, hogy minél kisebb legyen a csökkentés mértéke, közölte Vitályos Eszter, az Európai Uniós fejlesztés politikáért felelős államtitkár Nyíregyházán. Az Európai Bizottság még májusban hozta nyilvánosságra azt a költségvetési tervezetet, amelyet a 2021 utáni időszakban biztosítanak a tagállamok részére. Azt látjuk, hogy körülbelül egy 24-25%-os csökkentés lesz, ami Magyarországot illeti a kohéziós politika forrásait illetően. Ez körülbelül 19,5 milliárd eurós támogatást jelent majd 21 után. Mi bízunk abban, és ezért dolgozunk, a magyar kormány nevében azt gondolom, hogy ezt mondhatom, hogy minél kisebb legyen az a csökkentés, ami hazánkat érni fogja.
Ami az én szempontomból, az általam felügyelt államtitkárság szempontjából jó hír, hogy az európai szociális alap forrásait viszont kisebb mértékben kívánja csökkenteni az Európai Bizottság, tehát még több forrást és még nagyobb odafigyelést szeretne az embernek, illetve az emberrel kapcsolatos olyan fejlesztéseknek, mint például különböző humán képzések, humán szolgáltatások erősítése. A jelenlegi emberi erőforrás fejlesztési operatív program, rövidebb nevén EFOP, most 952 milliárd forintnyi keretösszeggel rendelkezik. Ebből oktatási, egészségügyi, szociális, társadalmi felzárkózási és különböző transznacionális együttműködéseket is finanszíroznak. Valamint egy kevés sportfejlesztés is belefér a keretbe, és a kultúrára is szánnak néhány 10 milliárd forintot, tette hozzá Vitályos Eszter. Ha a következő ciklusban hasonló marad a forrásfelhasználási keret, akkor ezeket a területeket fogja továbbra is fejleszteni a kormány. A szakállamtitkárokkal már folynak a tárgyalások a minisztériumokban, hogy mire szeretnék költeni a támogatást. A jelenlegi zajló uniós ciklusban számtalan beruházás valósult meg országszerte EFOP forrásból. Most fogjuk ezt meglátni, hogy milyen nagy eredményeket tudunk egyébként elérni. Nálunk számos olyan célkitűzés van, ami egyébként az EU 2020 stratégiához is illeszkedik, például a korai iskola elhagyás csökkenése, vagy a leszakadó területek felzárkóztatása. Ezt egyébként az összes operatív programnak a fókuszába kell állítani ezeket a célkitűzéseket. Most zajlanak a projekt végrehajtások, tehát a győztesek már megvannak, a 952 milliárd forintos EFOP forrásokat lekötöttük, és most zajlik a projektek végrehajtása, úgyhogy én azt gondolom, hogy néhány évre még szükség lesz ahhoz, hogy igazán értékelni tudjuk, hogy milyen eredményeket értek el ezek a fejlesztések. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kifejezetten aktív pályázó volt az elmúlt 7 évben. A forrásfelhasználás szempontjából is hatékony a megye, közölte Vitályos Eszter. Topos forrásból körülbelül 100 milliárd forint, az EFOP-ból pedig több 10 milliárd forint érkezett Szabolcsba. Pénzbeszél címmel indított pénzügyi tudatosságra nevelő programot diákoknak az Ung-Tisza-Szamostúr határmenti turisztikai és természetvédelmi egyesület. A Magyar Nemzeti Bank által is 1 millió forinttal támogatott program célja, hogy a fiatalok játékos és interaktív feladatok segítségével alapvető pénzügyi ismeretekre tegyenek szert, és kialakuljon bennük a készségszintű, tudatos pénzügyi tervezés. Van egy nagyon szó. Nagyon szép japán szó, ami azt jelenti, hogy Hajime. Annyit jelent, hogy rajta. Hajime hangzik, akkor a másiknak ki kell venni a cukrát a kezébe. Játékos feladatokkal vezették be a Mária Pócsi Dudás Miklós iskola 7.-8. osztályos tanulóit a pénzügyek és a gazdaság világába. Az Ung-Tisza-Szamostúr határmenti turisztikai és természetvédelmi egyesület és a Magyar Nemzeti Bank pénzbeszél programjának a célja, hogy a diákok felelős gondolkodású, a pénzügyekben előre tervező fiatalokká váljanak. Elsősorban játékos keretek között ismerteti meg azzal az ismeretekkel a gyerekeket, amik a mindennapi életben nagyon fontos és hasznos gazdálkodási tudnivalókat tartalmazzák. Itt hogyan működik a bankrendszer, hogyan kell a csekkekkel bánni, hogyan vannak az online felületeken elérhető szolgáltatások, hogyan működnek, és mindezeket egy órakeretben, de mégis játékos módszerekkel, csoportmunkákban, ilyen tréning technikákkal tanítjuk a gyerekeknek, de ez nem egy száraz órák, hanem a gyerekek aktív részvételével megvalósuló foglalkozások. A programot azért is tartják fontosnak a szervezők, mert az iskolai oktatásban kevés hangsúly helyeződik a pénzügyi nevelésre, és a fiatalok sokszor az alapfogalmak csupán egy kis részével vannak tisztában. Vannak alapvető ismereteik, de maguk ezek az ismereteknek a használatával vannak elsősorban a problémák, illetve vannak olyan dolgok is, amik abszolút nem szerepelnek, például hogyan működik egy tőzsde, hogyan a befektetésekkel, hogyan kell bánni, és ezek mindenképpen újat jelentenek a részvevő diákoknak. A Magyar Nemzeti Bank által 1 millió forinttal támogatott programot nem csak a Mária Pócsi Dudás Miklós iskolában mutatták be, hanem előtte a kárpátaljai Beregszászra is ellátogatott, a 4-es számú Kossuth Lajos középiskolába.
Két kisvárdai játékos is bekerült az évvégi franciaországi Európa bajnokságra készülő női kézilabda válogatott 28 játékos számláló bő keretébe. A kapus Pásztor Bettina és a jobb szélső Orbán Adrien kapott meghívót Kim Rasmussen szövetségi kapitánytól. Az EB-n a magyarok Hollandiával, Horvátországgal és Spanyolországgal szerepelnek egy csoportban. November 29-e és december 16-a között Franciaországban rendezik a női kézilabda Európa-bajnokságot. A magyar válogatott szövetségi kapitánya kihirdette a 28 játékos számláló bőkeretet. A jobb szélsők között a ferencvárosi Faluvégi Dorottya és Lukács Viktória mellett ott van a Kisvárda Master Guldese csapatkapitánya, a Nemzeti Együttes mezében 2009-ben bemutatkozó és azóta 39 alkalommal pályára lépő Orbán Adrien is. Számítottam rá, mivel ugye voltam most legutóbb is a válogatottban, úgyhogy úgy gondolom, hogy nem volt meglepetés. Hát majd a szűkítésnél majd meglátjuk, hogy dönt a szövetségi kapitány. Az majd ugye szűk egy hónap múlva kiderül. Két fiatal van mellettem, látok rá esélyt, hogy megyek. Ez persze még azon is múlik, gondolom, hogy itt a következő meccseken hogy teljesítek, de szerintem lehet, hogy már el is dőlt, nem tudom tényleg, hogy megyek-e, meglátjuk. Pásztor Bettina nyáron érkezett Debrecenből Kisvárdára. A 25 esztendős kapus azóta kulcsemberré vált új csapatában. Személy szerint én úgy érzem, hogy jól váltottam, én nagyon jól érzem magam itt a csapatban. Én azt gondolom, hogy itt az első, tehát ugye a bajnokság eleje jól is sikerült számunkra, így talán a vált meccsel van ugye hiányérzetünk, mert azt nagyon szerettük volna megnyerni. Összességében én pozitívra értékelem, nyilván én nagyon maximalista vagyok, szóval minden egyes meccs után általában van egy kis hiányérzetem, de összességében pozitív szerintem. Pásztor ez év májusában Koszovó ellen Kim Rasmussennél mutatkozott be a válogatottban. A franciaországi Európa-bajnokságon való részvételért a ferencvárosi bíró Blankával, az érdi Januri Kingával és a győri Kis Évával kell megküzdeni a kisvárdai hálóőrnek. Négyen vagyunk a bőkeretben benne, kapusok. Többek között a többiek már azért régóta kerettagok, én úgymond újnak számítok. Természetesen ezért dolgozom, hogy ott lehessek, nagyon szeretnék ott lenni. Hát a többi az az edző döntése. Az Európa-bajnokságon a magyarok Hollandiával, Horvátországgal és Spanyolországgal szerepelnek egy csoportban. A torna rajtjára 16 játékos nevezhető. A csoportkör során 2, a középdöntő alatt újabb 2, majd a döntő hétvégén ismét 2 játékos cseréjére van lehetőség. A magyar válogatott a kontinens torna előtt Norvégiában lép pályára egy felkészülési tornán a házigazda, Franciaország és Dánia társaságában. A feljutást célozta meg a Nyíregyházi Sportcentrum SAK csapata az MB2 Barca csoportjában. Az NSC a bajnokság harmadik fordulójában az újonc Nyíregyházi Egyetem együttesét verte 9-3-ra. Az NB1 és a két csoportos NB1B alatt 5 NB2-es csoport jelenti a magyar SAK harmadik vonalát. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét 3 csapat, a Tiszavasváriese, az újonc Nyíregyházi Egyetemese és a Nyíregyházi Sportcentrum képviseli a Barca csoportban. Utóbbi az elmúlt bajnokságban indult először, és a dobogótól mindössze 1 ponttal elmaradva az 5. helyen végzett. Az idei szezonnak nagy tervekkel vágott neki az NSC, amely a legutóbbi fordulóban 9-3-ra győzte le a városi rangadón az egyetemi csapatot a Megyeháza dísztermében megrendezett mérkőzésen. A Nyíregyházi Sportcentrum nagyon-nagyon szeretné megnyerni az MB2-t, hogy feljebb jusson az MB1-be. Ehhez a sportcentrum a kellő támogatást, a hátteret megadja, a többi a játékoson múlik. A játékos garnitúránk jó, erősítettünk a tavalyi évhez képest, de természetesen kell ehhez még az erősebb szív, az erősebb akarat a küzdelmekben, ugyanis az ellenfelek is rendkívül erősek. Csak egy példaképpen mondanám el, hogy az egyik legkomolyabb ellenfelünk, Miskolc csapatát, első táblán egy francia színekben versenyző idős nagymester tartja. Egy fiatal tehetségünk, a munkácsi illetőségünk, magyar színben játszó Tiba Vladislav, éppen ebben a hónapban szerzett nemzetközi mesteri címet, megszerezte mindhárom normát, és értékszámát 2400 felé emelte. Igen kiváló edzője van Tiba mesternek, és talán reményeink van arra, hogy a nagymesteri címet is el fogja érni, de hát Tiba oly fiatal, még alig töltötte be a 20. életévét. Én bízok benne, hogy 30. életévének elérését megelőzően már nagymester lesz ez a fiatal titán játékosunk, tehát a Nyíregyházi Sportcentrum második számú játékosáról van szó.
Gunyec Zoltán elmondta, hogy feljutás esetén az NB2-ben is indítanának csapatot néhány felnőttel és a legtehetségesebb fiatalokkal, valamint a 10 csapatos megyei bajnokságban is játék lehetőséget biztosítanának ifjúsági korú sakkozók és a sportágat kedvelő amatőrök számára. A sakkal egyébként az iskolákban beinduló oktatásnak köszönhetően egyre több gyerek ismerkedik meg a megyében is. Néhány sportcentrum van, néhány sakkcentrum a megyében, jellemzően ugye Nyíregyháza, de erős csapata van Kisvárdának, Nyírbátornak, Balkánynak és Tiszavasvárinak is. Sajnos néhány korábbi sakkcentrum megszűnt, gondolok itt mondjuk Záhonyra, kissé Fehérfolt, Máté Szalka térsége, Fehérgyarmat nem ott mindig is volt sakkcsapat, de az ifjúság terén már látszik az utánpótlás, tehát igen komoly reménységek nevelődnek már Máté Szalka környékén. Is. Egy szóval a megyében vannak fehérfoltok, és úgy látjuk az ifjúsági nevelőmunka eredményeképpen ezek a fehérfoltok fel fognak számolódni, már amennyiben a sakkozóknak az egyesületek keretet is fognak adni. A fiatalok december elején Nyíregyházán a hagyományos Mikulás kupán ülhetnek majd asztalhoz. A versenyre az országból mintegy 200 sakkozót várnak a szervezők. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Az elmúlt 110 évben a csapadék mennyisége 10%-kal csökkent, a középhőmérséklet pedig a globális tendenciákkal összhangban emelkedik az országban. A tervek szerint ezért a következő 10 évben 17 milliárd forinttal támogatná a kormány az öntözéses rendszerek fejlesztését a mezőgazdaságban. A pénzbeszél programsorozat célja, hogy a diákok felelős gondolkodású, a pénzügyekben előre tervező fiatalokká váljanak. A programot azért is tartják fontosnak a szervezők, mert az iskolai oktatásban kevés hangsúly helyeződik a pénzügyi nevelésre, és a fiatalok sokszor az alapfogalmak csupán egy kis részével vannak tisztában. Az Európai Bizottság májusban hozta nyilvánosságra azt a költségvetési tervezetet, amelyet a 2021 utáni időszakra kíván a tagállamok részére biztosítani. Az előzetes adatok alapján körülbelül 25%-os csökkentéssel számol Magyarország a 2020 utáni Európai Uniós források tekintetében. A magyar kormány azon dolgozik, hogy minél kisebb legyen ennek a csökkentésnek a mértéke, közölte Vitályos Eszter, az Európai Uniós fejlesztés politikáért felelős államtitkár Nyíregyházán. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták november 2-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat internetes oldalunkon is elérik. Én köszönöm figyelmüket kollégáim nevében is, viszontlátásra!